Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig a legesleg értelmetlenebb, meg a legesleg haszontalanabb találmányokat hoztam el nektek, amelyeknek a készítői nagyon is elhitték, hogy ők most egy világmegváltó dolgot alkottak, de hát, hogy rajtuk kívül vajon használta bárki is ezeket a termékeket, az egy rettentő jó kérdés. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, és ne is húzzuk az időt, hanem egyből kezdjünk is már bele, és nézzük is az első találmányunkat. Ez egy hordozható álltartó a kényelem érdekében. Képzel csak el a szituációt, hogy egy random utazol a metrón, majd valaki előkapja ezt az állványt a táskájából, szépen kihajtogatja, és ráteszi így az állat, és ott elalszik. Hát ez európai szemmel rettentően bizarr. Aztán ki tudja, lehetséges, hogy vannak olyan kultúrák, amelyekben valamennyire el van ez terjedve, és mondjuk 1000 emberből minimum egy használja, én hamarabb dőlnék neki a falnak, mint sem, hogy egy ilyet cipeljek magammal, és annak támasztom az államot. Na de jöjjön is akkor a következő világmegváltó ötletünk, ugyanis, hogyha belefáradtál volna abba, hogy egyszerre megnyomd a Ctrl-Alt-Delete-et, akkor itt van ez a kis céleszköz, amelyet, hogyha a billentyűzetedre teszel, akkor megnyomja neked. Már nem azért, de ez nem sokkal, de sokkal macerásabb. Hát a saját életedet nehezíted meg ezzel, ahelyett, hogy megkönnyítenéd. Én inkább maradok a régi jó bevált módszernél. Na de itt is van már a következő találmány. Kinek jutott eszébe az? Hogy kajakra egy kocsi tetejére tegyen egy ilyen ruhaszárítót. És ha jobban kielemezzük, láthatjuk, hogy itt vannak az oknik meg minden, ide pedig a nagyobb ruhák kerülnek, és gondolj csak bele, hogy mész mondjuk autópályán, vagy bármilyen úton, és random így elrepül az egyik zokni, neked pedig meg kell állnod, hogy jaj, elnézést, elnézést, meg is van az okni. Meg ki akarja ennyire mindenkinek mutogatni a tisztára mosott ruháid, de kajakra. Nagyon meglepődnék, hogyha valóságban ezt meglátnám. És mi beteg lenne, hogyha mondjuk jönne egy TikTok trend, és elterjedne ez. És minden 20. meg 30. autó így nyomatná ruhaszállítást. De ilyen sohasem lesz. Szóval jöjjön is akkor a következő értelmetlennek tűnő találmányunk. Hát én amúgy ebben láttam a logikát. Tudjátok, aki feltalálta, úgy volt vele, hogy nézte így a kisgyerekét, hogy csak kúszik, és gondolkozott, hogy neki is valahogy be kéne szállni a házi munkába. Hát rakjunk rá egy felmosót, és akkor legalább ameddig kúszik, tisztítja a lakást. Kíváncsi lennék amúgy, hogy ebből mennyit adhattak el, mert én biztos vagyok, hogy jó pár ezret. Én, hogyha ne talán lenne egy gyerekem, tudja, hogy nem tenném rá, mert lehetséges, hogy ez egy poénból, igen. Tudjátok, jön haza az asszony, vagy valami, és így kúszik a gyerek, én pedig a kanapén csillezek, és nézem, hát felmostam, vagy felmostam. Na de, itt is van a következőnk, amely... egy nagyító, illetve egy cigarettatartó, és hogyha megfelelő szögben tartod a naphoz, meg vársz egy csomót, akkor ez begyújtja a cigidet. De kajakra sokkal nehezebb felszerelni ezt az egészet, meg megoldani, meg kimenni a napra, meg pont úgy tartani, mint sem egy öngyújtóval meggyújtani. Kinek pattant ki ilyen a fejéből? De ebből nem hinném, hogy eladtak egy csomót, bár ki tudja, lehetséges, hogy valakik poénból megvették, de amúgy szerintem a legeslegtöbb termék, amely itt lesz, nem is került forgalomba, hogy mit csinálsz? Ez egy kipufogó, és oda be tudsz tenni egy hamburger húspogácsát, és miközben mész a kocsiddal, az megsülhet, és átfüstölődhet kellően. Ki az a beteg ember, aki ezt kitalálja? Na meg aki megveszi? De kajakra elbírom képzelni a gondolatmenetet, hogy jön egy csomó füst ki a kipufogóból, meg ott tudja, hogy meleg is lehet. Hát ne vesszem már kárba, csináljunk oda egy hamburger hús tárolót, és mindig, amikor hazaérkezek, meg is sül a kis hamburger húsom, szóval már csak ki kell vennem, majd be kell vinnem a konyhába, és el is készíthetem a friss hamburgeremet. Az a probléma, hogy ez így valakinek a fejében tudja, hogy lejátszódott, és úgy készítette,
el ezt a találmányt. Na de a következő találmányunk egy rettentően esztétikus WC-papír tároló a fejedre, ami egyben multifunkcionális is, ugyanis orrfújásra is tudod használni. Hát végül is, lesz nálad mindig WC-papír, és ki tudod fújni az orrodat, vagy lesz? Na látod? Nagyon megnéznék valakit így ezzel a fején. De miért nem lehetett egy kicsikét visszafogottabban elkészíteni? Vagy miért nem akkor már mondjuk a pulcsidnak az ujjához tudod ide csatolni, és ott lesz neked mindig akkor a WC-papír? Vagy nem lenne egyszerűbb kajakra mondjuk csak egy csomó papírzsepit magaddal vinni? De nem, legyen mindig a fejeden, és legyen úgymond kéznél. Jöjjön is akkor a kövi találmányunk, amely a két emberes pulcsi. Fú, és tudjátok, egy csomó ilyen brutálisan párkapcsolat függő emberke megvette, hogy a párom mostantól kezdve mindig velem lesz, és 0-24-ben ténylegesen együtt leszünk. De amúgy ebben látom én a fantáziát, bár nem hinném, hogy olyan nagy a célpiaca, na de a következő találmányunk segítségével sokkal könnyedebben ki fogod tudni ruzsozni magadat. Mennyire kényelmes lehet ez, nem? Hát itt látom ezen a képen, hogy brutálisan szoríthat, és tudjátok, miközben ruzsozod magadat, egy kicsikét elcsúszna, és már el is rontod. Meg mi ez a szájforma kivágás? Hát nem a legesleg természetesebb. Na ennek amúgy én vicc nélkül hasznát tudnám venni, ugyanis rengeteg monitort nézek minden nap, és brutálisan száraz a szemem, és amikor szemcseppezek, akkor sohasem találok bele szinte elsőre, mert nem annyira gyakran szoktam, csak hogyha nagyon vörösek a szemeim. De ennek a találmánynak a segítségével mindig pont a szemedbe tudsz cseppenteni, nem pedig így össze-vissza félre. Hát konkrétan volt velem olyan, hogy 6 cseppentés ment félre, és csupán a 7. ment a szemembe. Na de a következő találmányunk pedig a kormánykerékre szerelhető kis asztalka. De pont nekünk ez gyorskajával van szemléltetve, a gyorskaját pedig szinte bárhogy meg tudod enni, akkor már a kis reklámunkhoz egy komoly pacalpörgöltet odaraktak volna, vagy valamit, tudjátok. Na de a kövink pedig full úgy néz ki, mint egy kis ragasztó, de közben pedig vaj van benne, és így könnyedén meg tudod vajazni a kenyeredet. De kajakra? A vaj az miért van mindig ilyen nagyon fura csomagolásban? Hát mennyivel praktikusabb lenne ez? Ő egy meg nem értett feltaláló. Holott, ha ez terjed el jó pár 10 éve, lehetséges, hogy full természetes lenne ez nekünk. De ne. Itt is van a cipő esernyő, amely segítségével nem fog szétázni a cipőd esőben, de csak a cipőd orra nem fog, akkor már miért nem így full körbe van? Hát tovább vinném én örömmel ezt a találmányt. Csak az a baj, hogy akkor nem is látnád konkrétan a lábadat, miközben lépkedsz, de így se nagyon látod, szóval sokkal praktikusabb lenne, hogyha ezt a bokádra húznád, és úgy lenne akkor az egész esernyő. Jaj, de beteg ez! Kajakra annyira szívesen megnézném én ezt. A való életben, hogy valaki ebben sétálgat. Na de, a következő találmányunk a piknik gatya, csak törökülésbe kell ülnöd, és akkor az öletbe már tudsz is pakolni, és tudsz piknikezni. Zseniális! Nem is értem, hogy ezekről a találmányokról miért nem hallottunk korábban. Ja, várjatok, csak azért, mivel a legeslegtöbb brutálisan nagy baromság. Mi? Csináltál egy óriási svájci bicskát, amelyből különféle földművelési céleszközöket tudsz kiszedni. Ez azért is nagyszerű, ugyanis hogyha mondjuk 2-re lenne szükséged, így nem elég, hogy csak 2-t kell vinned, hanem elviszed magaddal ezt a cuccot, és így egyszerre vagy 10 céleszköznek a súlyát kell cipelned. Fú, és miközben használod, mennyire brutálisan nehéz lehet ez? Nem hiszem el, hogy ezt valaki komolyan gondolta. Szerintem ez csupán poénból készülhetett. Na de itt is van az állatok fenekét takaró kis
fedő, és milyen kis aranyos virágmintás ez. Na ez amúgy vicc nélkül rettentően jó ötlet, ugyanis ennek a kis szerkezetnek a segítségével mindig tökéletes hógolyat tudsz készíteni, de biztos vagyok benne, hogy ez forgalomban van, ugyanis minthogyha láttam volna én ezt már TikTokon is. Hát ki nem szerette tökéletes hógolyokat mindig? Hát persze, hogy mindenki. Na de el is érkeztünk a következő találmányunkhoz, amely egy műanyag fagyi töltsér. Hogyha annyira lusta vagy, hogy nem szeretnéd a fagyidat megforgatni, miközben eszed, hogy a másik oldalát is meg tud nyalni, akkor ez a csoda találmány megforgatja neked a fagyidat, hogy ne kelljen ilyen hatalmas nagy erőfeszítéseket tenned. Full sok értelme van ennek is, eskü! Mégis ki venne ilyet? Na de itt van nekünk a diétás víz. Kedves feltaláló, a vizet hogyan tetted diétásabbá? És tudjátok, erre szerzett valamik befektetőt, meg minden, és felvázolta nekik, hogy a víz sokkal, de sokkal diétásabb lehet. Ugyanis feltaláltam ezt a gépet, amely segítségével a kis apró molekulákat, meg tudom is én miket, ki tudjuk vonni belőle, és így nulla kalória helyett mínusz 5 kalória lesz, és konkrétan fogyni fogsz a víztől. Na de el is érkeztünk, akkor az utolsó találmányunkhoz. Itt mi volt az elképzelés? Megnézném amúgy a készítők fejét, hogy Géza, gyere már! Ide nagyon is kell nekünk csinálni egy kaput, ugyanis az emberek folyamatosan átmennek a járdán, és hogyha ott lesz ez a kapu, nem fognak, mivel mondjuk a fűvön van egy tábla, hogy ne lépj a fűre. Persze, hogy mindenki be fogja tartani, és hasznos lesz ez. Aha, szép illúziók. Na de ennyi is lett volna akkor ez a videónk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, a harmadik csatornámmal, illetve a gameplay csatornámmal együtt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok! Oh.